Most pedig telefonban Pinter Ferenc meteorológus. Nagyon gyorsan felhívtuk őt, mert hát egészen elképesztő, ami itt most zajlik. Hétvégén hát tulajdonképpen napozni lehetett, aztán tegnap estére egy jó 10 fokkal lett hidegebb, és azt hiszem, hogy holnap meg egy 10-15 fokkal lesz melegebb. Mi történik itt, és mit okoz ez a szervezetünkben? Jó reggelt, üdvözlem! Jó reggelt, kezdjét csokolom is, üdvözlöm a nézőket is. Hát igen, ez az év úgy látszik, hogy nem cáfolja meg önmagát, mert ugye hetek, hónapok óta sokat beszéltünk erről a rendkívül változékony időjárásról, ami bizony roppant komolyan megterheli a szervezetünket, és hát tulajdonképpen az éghajlat változásnak az egyik fontos jeleként tekinthető. És az ünnepek alatt már majdnem elkényeztetett bennünket az időjárás, mert tényleg végre szép, nyugodt idő volt néhány napig frontmentes. De most ugye itt a kedd, és megint kezdődik egy roppant változékony időszak. Ma kettős fronthatás fog érvényesülni az ország nagy részén, és ez jelentős lehűlést hoz, és ami különösen kellemetlen, erős szeleket, és hát valóban ezt követően pedig egy erőteljes melegedés indul el, és péntekre fog tetőzni ezek a hőmérsékletek, amikor is kifejezetten nyári hőmérsékleteknek fogunk örülni, hát már aki örül, mert ugye nagyon sok embert viszont roppant módon megvisel ez a komoly melegedés, és egy roppant érdekes dolog fog bekövetkezni, holnap pedig füllett idő lesz. Ami azt gondolom, hogy így áprilisban azért még meglehetősen furcsa, és valójában az idén először találkozunk ezzel a jelenséggel, aminek szintén meg lesznek a komoly életbeli következményei. Leginkább kiket visel majd meg ez a nagyon gyors és nagyon aktív fronthatás? A kettős front ugye roppant sok ember számára okoz problémát, nagyon gyakori ugye ekkor a vérnyomási ingadozás, fejfájás, légzőszervi panaszok. A szél pedig fokozott ingerlékenységet, nyugtalanságot okoz, növeli a baleseti veszélyeket, és a holnapi füllett idő pedig a keringési betegséggel, légzőszervi betegséggel küzdők számára lesz különösen megterhelő. Úgyhogy hát most, ugye ahogy szoktunk mondani, kapunk hideget, meleget, és valójában a következő napokban az időjárás érzékenyek nagyobbik része valamilyen panaszt fog tapasztalni biztosan. Végezetül annyiban segítsen még nekünk, mit tudunk tenni? Mert mondjuk igen, tehát a meleg ellen tud az ember tenni, igyon sok folyadékot, tehát ott mindig vannak tanácsok. De a frontérzékenyek, frontok ellen bármit tudnak tenni, hogy egy kicsit csökkentsék a saját szenvedéseiket? A legjobb egyébként a kivizsgálás, mert ugye pontosan kéne tudni, hogy valaki mire érzékeny ahhoz, hogy igazán hatékony segítséget lehessen neki adni. Hát ennek, ha erre nincs lehetőség, akkor ugye marad az a dolog, hogy ilyenkor feltétlenül kíméljük a szervezetünket, ezzel segítsük abban, hogy könnyebben át tudjon állni, és elkerülhetők legyenek a kellemetlen tünetek. Nem csak segíteni akarok mindenkinek, a nézőinknek is, ahogy most megnyitottam az előrejelzést, az hagyján, hogy ugye péntekre iszonyatosan jó idő lesz. Az hány fokot jelent? 27 fokot mutatnak. Hát nyilván ez az ország különböző részében máshogy ez, de hogy szombaton, vasárnap meg megint egy jó nagy lehűlés lesz, azt látom. Egész pontosan, úgyhogy pénteken én nem lepődnék meg, ha persze csak itt-ott ezt a 30 fokot is tudnánk mérni majd a legmelegebb órában. Viszont szombatra megint egy markáns hidegfrontot várunk, ami azt jelenti, hogy egy csapadékkal, szintén erős északnyugati szelekkel, és bizony egy 10 fokos lehűléssel érkezik meg a hétvége. Hát Pintér úr, nagyon szépen köszönöm, hogy köszönjük a rendelkezésünkre állt. Köszönjük. Hát, pontos információk voltak. Így van, és azért ez elképesztő. Tehát akkor egy ilyen
a héten belül egy ilyen 20 fokot fogunk ugrálni. Igen. Hát ehhez kitartást kívánunk a nézőinknek, főleg a frontérzékenyeknek. Nagyon jó ellenszere ennek a startnézése, bár orvosilag nem támasztották ezt még alá. De mi javasoljuk, igen. Úgyhogy nyugodtan holnap is a megszokott időpontban 6 óra 25-től várjuk majd önöket. Így van, és köszönjük, hogy velünk voltak ma reggel. Minden jót, szép napot, viszlát! Viszlátásra!